Nagy hello mindenkinek, én Zsombor vagyok, és most újra Sonic the Fighters-ozni fogunk. Már elég régóta nem volt Sonic the Fighters, illetve Sonic Mania sem volt egy ideje. Szóval most gondoltam most picit változatossá kedvéért, ne Sonic Origins legyen, hanem Sonic the Fighters. Aki esetleg nem tudná, ebből még volt ezen kívül még két rész, amiben Sonic-kal és Tails-zel játszottuk végig a játékot. És most Fang lesz a következő, akivel végigjátszuk. Szóval, here we go! Hát ugye Fang tud lőni a fegyverével. Knuckles rúgni tud. Na, mi van? Fang egyébként egy nem nagyon kedvelt karakter számomra, a Sonic Superstars-ra is majd jönni fog. És de az a baj, hogy nagyon könnyen meg tud halni, tehát aki támadni akarja, azt általában igazából könnyen megsebződik. Szóval nagyon nehéz lesz ez most így. Jó, az első pálya az még könnyű, de látjátok, ha már ne közel meg burdálok, akkor mi lesz még a továbbiakban, szóval... Remélem, hogy végig bírom játszani. De tényleg csak reménykedni tudok. Fengel nem vittem végig, viszont a multiplayer módjánál játszottam vele. Na, perfektre megcsináltuk, akkor... Nagyszerű. Émi ellen, hát ez szerintem nehéz lesz. Az összes nehéz lesz Fengel. De hogy tudok én így lőni? Tehát ezt véletlenül csináltam, de... Vagyis, hogy tudom, hogy kell simán lőni, de hogyha Feng egyenesen tartja a pisztolyt, azt úgy nem tudom, hogy lőni. Állj. Le fog járni az idő, az 100%. Na, round 2. Azért próbáljuk meg kisajtolni. Így. Elkapta. Én is kaptam. Lejárt az idő. És még lesz egy round 3 is, úgyhogy... Most direkt próbálok így ugrani, mert úgy fent talán erősebb. Igen, és most nem fogok úgy ránagyítani, mint legutóbb, mert az úgy eléggé gagyin jött át. Ez a játéknak a normál minősége. Na, oké, lejárt az idő, de szerintem mi győztünk. Tehát akkor időhúzással is tudunk győzni, igazából. Fú, bárki ellen tuti ki fogunk kapni, mert nagyon erős karakter. Én meg jól is véd, szóval... Nem lesz egyszerű. A két Sonic the Fighters-ös per Sonic Triple Trouble-os karakter. Vagyis Fang az a Sonic Triple Trouble volt először, ami egy Game Gear-es játék. Az igen! Így kiütni bárkot, úgyhogy meg sem döglök közben. Azért jó karakter Fang. Kicsit jócskán alá becsült a francba. Jócskán alá becsültem. Azért alá becsültem. Ne! Na, most murdáltunk meg tuti. Oké, de lesz még egy round 3, úgyhogy... Na jó, inkább ugráljunk rá. Ha falnál van, akkor...
Az előbb hogy kifingattuk a levelején? Take this! Iblis trigger, jönöm. Jó, ezt elcsesztük. Akkor try again. De akkor ezt kivágjuk. Perfektre! Nem, és ezt bánom, hogy nem vettem fel, de perfektre. Nem tudom, hogy láttatok az értékelés, de perfektre megvolt. Ezt nem hinném, hogy meg lesz, hogy... De az első kör az valamiért mindig jól megy. A második, vagy a többinél lesz már szopató. De amikor így ugrok, így jobb. Az hogy a faszomba csináltad? Jó van, nem baj. De egyébként... Sorozni meg a... Ha jól tudom, az előre egy gombbal tudunk. Jaj, ez... Na... ja, igen! Jó. De, bazd meg! Nem igaz. Gyere! Ezt is kaptuk. Nem baj, de akkor most megmutatom, talán most is sikerülni fog perfektre. Meg kell sorozni. Gyere! Ez már nem lesz perfekt. Pedig az előbb megvolt tényleg. Nyilván lefog, mert nem fog lemerülni még a kontrollnek. De... Na jó, hát ezt nem tudjuk. Ezt már most nem tudjuk. Ezt már most elcsesztjük. Ezzel pont nem vettem fel, amikor perfekt volt. Nem baj? Nem baj, akkor most ráugrálunk a fejére. Ha tudunk. De várj, inkább védjünk. Na, ezt már elcsesztük megint. Akkor védjünk. A B-gombbal kell? Nem, a B-gombbal rugni. A B-gombbal rugni tud. Aj, pedig ütni akar. De végül is így is tudjuk sorozni bárkot, király. Ez akkor az X-el védünk. Oké. Csak elfelejtettem, mert már rég nem játszottam. Vagyis nem annyira rég, de egy ideje nem játszottam a Fighters-zel. Menjünk, hát... De nem igaz. Szerintem ezt most mit... Ezt most bárk nyerte, már neki volt jobb pont száma. Lefejellek ember! Vagy bárk, na. Ez az. De védtem. Bár minden nem tudunk védeni. Ez az, kinyírjuk, meg több lesz. Ez az, jó. Round 3. Ez jó, ez jól kezdődött. Ugyanezzel a lendülettel ki fogjuk fingatni. Kill me! Ne! Ne bazd meg! Jó van, nem baj, most nem fogjuk kivágni, mert hát, hogyha sikerül. Perfektre. De ezért... Jó, tudod mit? Rúgjunk mi is. Kopizlak. Hopp, front. Tudom, hogy mit... Istenem. De... Nem! Adj ekkora taslét, légy szíves. Várjuk, hogy távolabb megyünk, akkor tudtunk volna sorozni. Így. Kill! Nej. Jó, ezt most már tényleg kivágjuk. Oké, megvolt. Oké, most jó. Most nem jó. Take this. Csak jobban kell védeni. Ó, Istenem. Nem akarom a Miyagi-Do módszert alkalmazni, de hát... Ha földhöz vág, akkor... Na, ezt szerintem megint elcsesztük, mert kevés az életpontunk, és bárk erősebb. Feng egy gyenge karakter, azt kell, hogy mondjam. Ez
speedrunban én nyomogatom az A gombot össze-vissza, amivel lövünk, de Istenem, csesződj meg! Gyorsabban lövünk, hogyha lefele lenni. Igen, úgy jobb, úgy gyorsabb. Csak kár, hogy erre pont a roundnak a végén jöttem rá, és fent megint káozott, szóval szopás. Jó, most megint kinyírtam. Oké. A Cobra Kai módszert alkalmazzuk, nincs kegyelem. Oké, de akkor most megint killenjük. Kill. Ez az, jó? Na, végre legyőztük. Na, mit legyőztem. Na, Espio. Vagy Espio egyébként. Ugyanaz. Csak Espio is nagyon jól véd. De igazából Bark volt a legeslegerősebb, mert Metal Sonic. Vagyis Metal Sonic Neo, vagy Hyper Metal Sonic, nem tudom, de Espio. Espio is erős. Ez egy kicsikét így... Hát, jó, Espio ütött előbb. Most nem baj. Metallic Madness-re emlékeztet ez a zene. Aj. Dobtam egy hátast. Rugni kell. Itt az a taktika. Megugrani. Espio meg jól tud ilyen karate ütéseket. Vagy ninja. Ez ninja ütés inkább. Ez nem karate. Jó, ezt újra... Mindegy, nem baj. Nem sok kellett hozzá. Barknál nem hittem volna, hogy meg lesz, szóval... De... Bazd meg, ez nem ér, elvetted a fegyverem. Ez nem ér. De hogy Espio tud ilyet? Én nem tudtam, hogy Espio tud ilyet. Várjál, lentről kell ütni. Ez az. Kifingatjuk Espiót, Nyugi. Kifingatjuk Espiót, oké. De, Nyugi. De, nem már megint. Megint, ne csaljál, nem ér. Kill Bill. Ez az? De kill... Jó, nem baj. Lekoppintja, mit csinálunk. De ez Piónak akkor ez így perfektre meg lesz, mert... Nem tudjuk sebezni, mert mindig jó... Jókor van jó helyen, tehát... Nem baj, Espiót is tud, nem mindegy, ezt már elcsesztük, ez már nem fog menni. Jó van, nem baj, nem fogom most kivágni. Rúgjuk, ez az. Gól! Nem, amit nem. De nem ér, de ne hűljél, Espió. Nem vagy vicces. Fú, Istenem, de ez annyira nem ér egyébként, ez annyira csalás. Mi lenne, hogyha én is letépném a szarvát? Akkor aztán sírna. Ezt megmondom. Espio egyébként kaméleon, szóval nem értem, hogy van szarva, hogyha azt annak lehet nevezni. De várj, ezt is ki tudjuk killelni, csak most megint elvette. De ilyet eddig nem csinált. De... Ha ez közel volt. Nem baj, Round 3-nél kifingertük tényleg. Gyere! Kill! Neki a falnak. És a szerencsések vagyunk még perfekt is. Perfekt! Na, ezt legalább felvettem. Igen, ugrál a farkán, mint Tigris a Mici Mackóból. Na most akkor Tiens ellen fogunk menni, csak Tiens meg röptetni fog minket, vagy ő is azt csinálja, mint Espio, elveszi a fegyverünket. Nem szívesen bántom Tiens, hát annyira aranyos, nézzetek rá. Ó, Istenem! Ennyit arról, hogy aranyos rálépett a lábunkra. Mi lenne, ha én is azt csinálnám? Bár olyan funkció nincs, ez csak a... Na, mondtam, hogy röptetni fog minket. Egy rugás! Hát ez majdnem megvolt. Láttátok?
Na. Kicsit össze vagyok zavarodva. Jó ez a zene, meg a háttér is, de most ne azt figyeljük, most a... Vagy ti figyelhetitek, de nekem koncentrálnom kell. Nagyon a mániára emlékeztet a zene. Jó, ezt elvesztettük. Már nem baj, újra kezdjük. Ez az? De... Azt úgy vágod, hogy nem ér. De ezért, ha lenne itt bíró, akkor most kiállítana, de... Nincs itt a bíró. Szóval... Meg ha lenne is, így is, úgy is... És megkillelt. Gyere! Aj, de nekem is védenem kéne. Bár én nem vagyok milyen videós, szóval nem védek. De... Tegyél le! Ki lesz cseles egyébként? Jó, hogyha még egyszer elcseszem, akkor azt már kivágom. Jó. Ne! Ez annyira leviszi az élet... Csak tényleg ez meg ügyesen tud... Na, akkor most jön egy vágókép. Jó, kinyírtuk tényleg ezt. És ezt most mi nyertük. De az előbb itt azért nem vettem fel, mert annyira szoros volt, hogy nem voltam benne biztos, hogy én nyerek. Na igen, Eggman leklónoz minket, mert ez a pálya, ahol eredetileg lenne Feng. És akkor most Feng ellen. Ez az? Gyere ide! Na igen, ilyen fegyverezést mi is tudunk, csak nem tudom, hogy... De ilyen nagyot? Ilyet azért, ez csak a klón Feng. Ouch. Na hát ez így most baj. Bár így is úgy is, mert... Na. Na, ilyenek a fengek. De ilyet hogy tudsz? Ilyet tudok én is? Most mindketten megsebződtünk? Vagy hogy? Na, most mi is megsoroztuk, csak nem tudom hogy. De már így is úgy is meg fogunk halni szerintem. Nem, lejárt az idő, de ezt a Clone Fang nyerte, nem baj. Oké. Hapci! Gyere! Na gyere! Gyere Fang, nem bántalak, amúgy rohadtul bántalak. Gyere! Ouch! Ezt én jobban élvezem amúgy, mint az Origins-t. Meg kell, hogy mondjam, nem annyira unalmas, tök változatosak a támadások. És tök nehezek is. Köszi. Gyere. De én későn izélok. Na. De ezt elcsesztük. Meg be is homályosodott a kamera. Jól van, akkor ezt kivágjuk. Hát ez elcsesztük, de szerintem most rájöttem, rugnunk kéne. Így. Meg igazából lőnünk is, de inkább rugjunk, mert az erősebb. Gyere. Oké. Okay. Gyere, Feng, nem mentelek. De ez a hangeffekt is a Sonic 2-es. És pont lejárt az idő. Mi vesztettük, nem baj? Most újra megpróbáljuk rugással. Védenünk kellett volna. De nem vicces. Gyere. Ha nem lősz, akkor én megjön. Gyere, rúglak. Gyere. Figyeld. Oké. Hapci. Csak az a baj, hogy ő is ki tudja számítani, amit mi csinálunk. Tehát mesterséges intelligencia részben. Az a kár, hogy nem... Ah.
De ilyet hogy csinál? Gyere. Nyugi. Nyugi. Ahogy behalt, Una tanította, nem aggódj. Oké. Okay. Ouch. Jó, védjünk, védjünk, védjünk. Haj, lejárt az idő. Azt is művesztem. Jó, akkor ez is ki lesz vágva. Várjátok. Megint én elvesztettem. Már csomószor próbáltam, de rájöttem. A fejére kell ráugrani. Tehát, hogyha a fejére ugrotok. Mondom, a fejére ugrotok. Akkor... Mert hogy nekünk is ez volt a gyengességünk, akkor... Sokkal könnyebben... Meg tudjátok ezt csinálni. Várj, ne lőjél, ne lőjél! Ez az, oké. Okay. Király. És megint ugyanezt el fogjuk játszani. Tehát a fejére kell ugrani, mert nekünk is ez volt a gyengességünk. Mivel mi is fengek vagyunk. Ezért... Oké, okay. Ne! Na Istenem, gyere! Jó. Nekünk is ez volt a gyengénk. Állj! És most mi is el megmurdáltunk. Gyere! Így, cipővel! Figyelj, cipővel! Na most, most! Így, cipővel! Nem tudom mennyire sebb ez erősebbet. De, na jó van. Elég. Na ezt tudja elvesztettük. Ez baromi nehéz. Nem tudom, hogy fog ki rajtunk a saját klónunk. Na, megint véletlenül csináltam egy ilyet. Gyere! Jaj, most rosszat nyomtam. Nem baj, most így szimplán ugrunk rá. Én fengel sose játszottam végig. Ezért vagyok most béna. Oké? Okay. Vagy mégse? Belendülünk? Lendüljünk be, gyere! 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 Gyere, Béla! Oké. Okay. Most rugunk egyet. Most ugrunk egyet. Nem. Most ugrunk egyet. Ez az. Megint ugrunk egyet. Ugrunk egyet. Mondom, ugrunk egyet. Feng egyébként jobban néz ki fekete-fehéren. De tényleg. Ó, Istenem. Oh. Hogy ezt hogy lehet normálisan megcsinálni, én nem tudom. Fú, de ez majdnem megvolt, akkor most melyikünk? Győztem! 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 Akkor csak kivártam a Victorit. Jó. Mert ugye elszkippeltem. Na. Aj. Csak Bean is nagyon erős. A csőrével sebez. Na mindegy. Mi akkor is ezt is ugrással csináljuk meg, mert Bean se tud spindest. Aj. Viszont mi se tudunk spindest. Bean bombákat dobál, de mi, hogyha átugorjuk, akkor... Nagyon jó. Nagyon jó. Tényleg csak ugrálnunk kell. Bár ez nem mindig igaz. Nagyon hasonlít ez a hely az olyos. De most miért incivilitizik? Gyere! Aj! Gyere! Jó van, de... Ne! Az a rossz, hogy Bean mindig bombát dobál. Ez így baromi nehéz. Fú, csak nyerjük meg. Áj, ez kielelt. Megkielelt minket. Na, mi van? Lekopítod a támadásom? Gyere! Bár szerintem... Aj, ne lépj rá a láb... Na, akkor inkább ugráljunk rá. Rúgjunk, vagy rúgjunk. Rúgjunk. Rúgjunk, igen, és ugorjunk. Csak már beszélni is alig tudok most. Oké? Okay? Na, nem is tudtam, hogy ilyen gyorsan lehet skippelni az Act Clear-eket. Na jó, akkor most Sonic-kal megküzdünk. Fang. Ez most baj, na mindegy, ugorjunk. Ugor. Ugor. Aj. Ezt szerintem tuti megint kapni fogjuk, mert Sonic meg spindest is tud, bár ez meg nagyon gyorsan üt. Nem baj. Vagyis
De hogyha ez így önmagában nehéz, akkor a Metal Sonic-os boss fight-nál az baromi nehéz lesz. Meg hogy Feng az, hogy fog feljutni majd a Dettek 2-re. Vagy egyáltalán lesz, Fengnek Final God. Sonic meg elvette az izét. De nem már, hogy mindenki így csesz ki velem, hogy elveszi Fengnek a fegyverét. De ez így rohadtul nem ér. Nem baj, lefogja, vagyis pont, hogy baj, mert így ezt kaptuk. Nem baj. Igen, Sonic tud spindest. Meg drop, bár drop dash-t akkor még nem nagyon találtak ki. Vagyis nem nagyon használták, a Sonic 3 prototípben már rég ki volt találva. De miért nem ugrok? Ja, de így. Csak akkor nem tudom, elfelejtettem, hogy a cipővel hogy ugrottam. Mert úgy akartam. Na, gyere Gábor. Jó van, ez közel volt, ezt láttátok ti is, hogy majdnem megvolt. De nyugi, lassan már a Fightersnek a végére érünk. Gyere! Jó van. Mennyi? De ezt már tudja, hogy mi fogjuk kapni. Ezt már, így már meghalunk. Na jó van. Akkor ezt most vágóképre rakjuk. Vagy nem, inkább nem. Gyere. És megint elveszi a fegyverem, annyira bunkó vagy. Na, mindjárt. Aj. De hogy lehetsz ennyire kegyetlen? Ez nem ér. Na. Ez így nem ér. Nagyon nem ér. Most megrúglak. Gyere. Azaz. Gyere. Most. Aj. Ezt megint elcsesztük. És megint mi kaptuk először a pofont. Gyere. És akkor kombináljuk a rugást és az ugrást. Két hasonló szó, két kevésbé hasonló cselekménnyel. Na, ezt most pont okosan megmondtam. Ez az. Most jók vagyunk. De, hogyha már itt kikapunk, akkor... Ez baromi nehéz, ez ki tudja még végigvinni profin, hiba nélkül, perfektre. Én annyit nem játszottam a Fighters-el, hogy... Tudjam az összes mozdulatot. Csak Sonic megvéd. Na jó, ezt csesztük. Oké, round 3. Hát az könnyebb lesz, bár... Nem reménykedek benne, mert baromi nehéz. Annyira kell koncentrálni. Nem tudom ezt most hogy csinálom, de... Na, gyere. És elveszi, nézd meg. Hát nem van igaz. És ez nem igazság. Jaj, na jó van. Nagy nehezen kinyírtuk Sonicot. És ha már így ütünk először, az már alapból jó. Na, oké. Csak
Sonic a spindessével ki tudja védeni a mi mozdulatainkat. Aj! Ó, ez annyira közel volt. Kapta? Kapta? Nem kapta? Most kapta? Vagy mi kaptuk? Nem tudom, nem erre kell. Aj. És megint elveszi, nézd meg, hát annyira igazságtalan. Nem baj, mi is rosszalkodunk egy kicsit. Gyere! De ne már! Ne vedd el mindig! Jó, most meg killeltük, jó? Hú, oké. Megvan minden 8 emerald. És akkor megint, most akkor detegre is megyünk, remek. Én már most lefáradtam, pedig a neheze még hátra van. Oké. Okay. Na ezt rengeteg szeret fogjuk cseszni. Lézert lő ki a hasából. Már ez is nagy dolog, hogy tudtuk sebezni. Különben. Aj. Na, valahogy sejtettem, hogy ez lesz. Annyira le vagyok már fáradva, én már nem bírom szusszal. Gyere! A betyárját! Ne! A franc! Na hát ezt kaptuk. Az igen, egyszerre ugrottunk. Nem baj, Metal Sonic már így is kapta. De ez tényleg amúgy az eredeti Metal Sonic. Nem a Metal Sonic Neo, meg a... mit tudom én, milyen változatai voltak, ez tényleg a... De akkor a... mindegy, most nem fogok ezzel foglalkozni, hogy melyik Metal Sonic most... Várjál, a... na... Ez egy baromi nehéz. Pedig egyszer ki kéne ütni Metált, már tényleg, már annyira, tehát Metal Sonic nem sebezhetetlen, de annyira sűrűn támad, hogy ez borzasztó. De ez minden karakternél így volt, hát még Fangnél. De védi a támadásainkat, tehát nem igaz. Akkor most, és pont amikor próbálnék védeni, ő azt csinálja, mint én, ez felrepít a magasba. Ráadásul ez a zene is egy kicsit irritáló, menő meg minden, de nagyon irritáló. Hát még ez a boss. Jó, a sarokba szorítottuk, nem, de akkor is felrepít minket. Na ezt nagyon sokszor el fogjuk cseszni, szóval vágok. Na most padlóra küldtük Metált. Istenem, és még kell egy rohadt menetet menni, tehát baromi nehéz. És megint kikillelt minket. Jó. Jó, gyere! Ez az! Baromira elfáradtam. Jó van. Oké. Na és akkor most lefelé megyünk. Eggman nem biztos, hogy legyőzik, de ez már úgyis a bónusz pálya, szóval már nem fog érdekelni. Gyere. Kíváncsi vagyok, hogy sikerül-e. Most spammelem a B gombot. Semmi más nem csinálok, csak spammelem a B gombot. De lejárt az idő. Jó, vesztettük, nem baj.
Ha! V. Visszamegyünk. Z. És S. Vagyis Házsi. Mert Hudi Zsombor a teljes nevem, aki esetleg nem tudná. Ennyi. Oké, de... Ennyi. Tehát akkor ennyi, kaptuk. Felkerültünk. Na. Hogyha várjátok a többi Sonic the Fighters részt, akkor sajnos várnotok kell néhány hónapot, vagy legalábbis egyet minimum. Ha tetszett a videó, és szeretnél még Sonic the Fighters-ös tartalmakat látni, akkor egy lájkot dobhatsz rá, és feliratkozhatsz még ilyen tartalmakra. Én Zsombor voltam, sziasztok!